Csillagpont Hírek! A Csillagpont Rádió hírműsora. Csak nem 800 gyerek járt az önkormányzat nyári táborában a város település szerkezeti tervének és építési szabályzatának módosítását kezdeményezi az önkormányzat. A Miskoszhoz közeli is adott otthont a 18. Borsodabó Zemplén megyei polgárőrnapnak. Köszöntöm Önöket! Önök a Csillagpont Rádió híreit hallják 2017. augusztus 10-én, csütörtökön 16 óra 30 perckor a szerkesztőtől Kecskés Ákostól. Június végétől augusztus elejéig csak nem 800 gyermeket látott vendégül a Miskolci önkormányzat Nyári tábora Perecesen, amely a résztvevők számára szinte ingyenes volt. Hatalmas fákkal borított zöld terület, mászókák, libikókák, futballpálya fogadta azokat a miskolci általános iskolásokat, akik Perecesen töltötték mindennapjaikat. Mádai Linda, táborvezető, a minap.hu érdeklődésére elmondta, a 6 hét alatt 800 gyermek fordult meg náluk. Szerencsére az időkegyes volt hozzánk, így a csemeték szinte végig a szabadban játszottak, fogalmazott a táborvezető. Egyre inkább fiatalabbak, az alsósok jönnek hozzánk, így ennek megfelelően a pedagógiai programokat is át kellett alakítani olyanokká, amelyek kedvezőbbek ennek a korosztálynak. A foci mindenkinél nagy sikert alatt, de a kézműves foglalkozásokat is nagyon szerették. A nagy melegre való tekintettel a pedagógusok naponta többször is gondoskodtak a gyerekek felfrissüléséről a szabadtéri zuhanyzónál, csapoknál, illetve a megfelelő vízbeviterről is gondoskodtak. A szülőknek csupán azt az összeget kellett kifizetniük, amit a tanítási időszak alatt költöttek gyermekeik étkeztetésére, minden más költséget az önkormányzat finanszírozott. A város település szerkezeti tervének és építési szabályzatának módosítását kezdeményezi. A Szent István tér és környezete kiemelt fejlesztési terület vonatkozásában Miskolc önkormányzata áll abban a közleményben, amely hétfőn lakossági fórumra hívta az érdeklődőket a városházára. A vendéglátók Rostás László főépítész, a Városépítészeti Főosztály munkatársai és a tervező képviselői voltak. A közel két tucatnyi fórumozót Erdeiné Gadó Helga, a Városépítészeti Főosztály vezetője köszöntötte. A fórum témája a Szent István tér és környezetét érintő helyi építési szabályozásnak és szerkezeti ternek a módosítása mondta. A módosítás alapja az, hogy a Szent István téren alakítjuk ki a város főterét. Ennek kapcsán alapelvek fogalmazottak meg. Az egyik nagyon fontos, hogy egybefüggő burkolt felületet lehessen kialakítani, mindemellett kihasználva a hol kibontott, hol elfedett színvát lehetőséget adunk a patak további kibontására. Elhangzott, fő célja a városnak a belváros tehermentesítése, és ez a módosítás csak a Szent István térre koncentrál, kijelölik a színva kibontásának helyét, meghagyva a téren lévő gesztenyés fasort. Ugyanakkor kijelölik azokat a falakat, amelyek később meghatározzák a tér lehatárolását, folytatta a szakember. A térnél nagyon fontos volt, hogy az a fajta vizuális látvány, amely a városháza, a tér és az alvasi templom irányába jelenleg biztosított, a jövőben is meglegyen. Ezt a célt szolgálja, hogy az egykori Erzsébet fürdő uszodájának helyén kijelölik azt a kötelező beépítési vonalat, amely meghatározza, hogy épületet hova lehet elhelyezni. Ez a vonal biztosítja majd, hogy az avasi templom és domboldal látványa ne épüljön be. Ez a módosítás négy alapeleme, azaz az építési határvonalak kijelölése, az egybefüggő burkolt felület nagysága és helyének kijelölése, a színva kibontása, illetve zöld közpark kijelölése és a forgalom csillapított díszburkolattal ellátott közlekedési feltételek. A Dajka út átkötésének lehetősége 2008 óta van napirenden, ezt már erdeiné Gadó Helga mondta egy minimális módosítása lett 2012-ben, most 2017 van, ez a módosítás semmilyen változást nem hoz. A tervezés folyamatban van mindez a közlekedési koncepció része, aminek alapelve, hogy a belvárost tehermentesítsék, de most nem tudják megvitatni, erről később lehet beszélni, ráadásul ebben a módosításban nem szerepel a dajka utátkötése. A Miskolchoz közeli sajulád adott otthont a 18. Borsodabói Zemplén megyei polgárőrnapnak. Szemán Ákos taktaharkány polgármestere Pozbai Zoltánnak sajulát polgármesterének adta át a polgárőrség zászlaját, ezzel átadva a stafétát is, Tavaly ugyanis takta harkány volt a házigazdája a hagyományos megyei polgárőrnapnak, idén pedig egészen pontosan múlt szombaton Sajulád vállalta el ezt a megtiszteltetéssel járó feladatot. Az esemény fővédnökeként Tála Jandrás, a térség országgyűlési képviselője köszöntőjében hétköznapi hűsöknek nevezte a polgárőröket, akik nélkül a lakosság biztonságérzete sokkal rosszabb lenne. A polgárőr nap az összetartozás érzését erősíti, és a családias hangulat bizonyosságát adja annak, hogy a polgárőrök olyanok, mint egy nagy család. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke büszkén jelentette be, hogy Borsodabói zemplén a polgárőrség fellegvárává nőtte ki magát. Az országos vezetésben többen is innen származnak. A megye polgárőreinek száma 5200, amely majdnem 10%-a az országos létszámnak. Az itteni polgárőrök, polgárőr egyesületek igazi példamutató munkát végeznek a lakosság biztonságérzete érdekében. Csóra György, a Borsodabói Zemplén megyei polgárőr Szövetség elnöke megnyitó szavaiban köszönetet mondott valamennyi polgárőrnek és családjaiknak azért az áldozatos munkáért, amit 26 évvel ezelőtt a megyei polgárőr mozgalom megalakulásakor felvállaltak és töretlen munkával egyre színvonalasabban el is végeznek. Az volt a cél, hogy biztonságosabbá váljék Borsodabói zemplén, és most azt jelenthetjük ki bátran, hogy ez egy élhető, biztonságos megye, fogalmazott. Az életkezdés komoly nehézség egy fiatal számára. Válságról beszélünk, amit az idősebb korosztály nehezen ért meg, nem tudja kezelni, ha egy felnőtt nem találja a helyét. Nem könnyű kitalálni, hogy mikor és hogyan lépjünk ki az életbe, mikor kész egy fiatal felnőtt a levállásra. Megváltozott világunkban egy mai fiatalnak más nehézségekkel kell megküzdenie, más hatások érik, így eltérő pszichés reakciót is produkálhat. Makai Gábor klinikai szakpszichológust. Pszichoterapeutát hallják most. Sokszor az ember azt gondolja, hogy az anya, a szülő az csak jót tud adni, hogy maga a, a szülői otthon az, az csak pozitív értelemben menedék lehet. Én arra tettem az egyik hangsúlyt, hogy, hogy értsük meg, hogy sok esetben ez a menedék nem csak biztonságot ad, hanem tud folytogató is lenni. Ez azt jelenti, hogy hozzáteszem nagyon gyorsan, hogy a szülő nem tudatosan tudja sok esetben a saját gyerekét, aki már nem is gyerek, hanem felnőtt, beleragasztani ebbe az idézősen, ebbe a hotelba, és mindent megpróbál megtenni a szülő, hogy, hogy a gyereknek a, a szükségletét kielégítsen, És hogyha a gyerek azonosul a gyermeki szereppel, azaz nem képes kilépni ebből a az infantilis szerepből, akkor egybeolvadnak. Ennek az egybeolvadásnak a következménye, hogy hosszú időn keresztül akár 20-30 éves koráig is bele tud ragadni valaki ebbe a hotelban, és hogy a szülő nem veszi észre, hogy sok esetben azzal árt, hogyha beleragasztja. Tehát két szorongó ember tud lenni ebben a hotelban, és hogy látszólag szép, minden jó, szeretjük egymást, miközben a gyerek, gyerek, most véletlen azt mondtam, hogy gyerek, a felnőtt, ez volt a Freud elszállás, a felnőtt önmagát kicsinek, kevésnek, értéktelennek gondolja, és hogy nem mer kilépni a külvilágba, magyarul nem meri elhagyni a biztonságot adó közeget, számára az egyetlen biztonságot adó közeg ez a hotel, és hogy nem írja azt meg sok esetben ez a fiatal felnőtt, hogy ebből ki kell lépni. Ha megéri, az már egy félsiker. A tudatosul benne, hogy ez nem csak ad, hanem elvesz, akkor van lehetőség arra, hogy valahogy ebből a betegségből, mi azt mondjuk, hogy betegség, abban az esetben számít betegségnek, vagy a fiataloknak a betegségnek szoktuk mondani, amikor az élet kapuj előtt állnak, hogyha szorong. Köszönöm a figyelmet, Önök a Csillagpont Rádió hírét hallották. Csillagpont hírek. A Csillagpont Rádió hírműsorát hallották. Készült a Médiatanás támogatásával a Magyar Média mecenatúra program keretében. you mm -hmm.